kideríteni a brit és magyar madárinfluenza közötti összefüggéseket. A Times szerint szinte biztos a magyar eredet, a magyar főállatorvos szerint korán sem, ugyanis élő állat nem ment tőlünk Angliába. Halottak meg. Mind megdöglött. Ugyanakkor a madárinfluenza... egy halott madarat is át lehet lőni, vagy valami. Persze Angliába csúszni van. Azaz. Ugyanakkor a madárinfluenzával érintett Suffolkból érkezett tojás Magyarországra. Az is csúszlival, mi? Elfogtunk egy levelet. Nem mondod. Kérem, én egy magyar hattyú nő vagyok. Tisztelt Times újság. Mi az, hogy magyar? Anyám osztrák, a Vörtitóból jöttem, és állítólag nem is vagyok ide való a Balatonban. Na jó, hát ez zorg, mondta apám, aki szabadkai zsidó volt, és az ő anyja ukrajnai pravoszláv. Na most kérdem, én 67 évesen, aki egész életemben fizettem az SZTK-t. Most én nekem muszáj egy ilyen rágalom miatt összezuhanni. Colin Butter, brit egészségügyi állat, madárinfluenza szakértő szerint én terjesztem a vírust. Kérem, én kaptam influenza oltást dr. Pós Sándor háziorvostól Szántót Köröshegyen. Na jó, az igaz, hogy utána összefeküdtem egy afrikai barátommal, dr. Hali El Mohamed, de ő azt mondta, hogy ő tiszta. Valami álom, szép tuniszi struc volt, egymásba estünk. Na jó, egy éjszakás kalandó, de vallom, utána jött egy dél-amerikai veréb, két pingvin, szlovák gólya, de mindenkinek voltak papírjai. A madám dr. Búbos Vöcsökné igazolatja. És védekeztő, hogy én kurva lenni? Na jó, hogy az én kakámból siófoki kacsák ettek. Na ja, és akkor mi van? Na jó, a lányom az ott volt a KGB-nál, és lehet, hogy összefeküdte a Chelsea futballcsapatát megvásárló orosszal, na jó, hát ő is csak egy hattyúlány, tetszett neki az orosz farka, ahogy lengedezik a víz fölött, talán onnan van az infra, más megoldást én nem tudok elképzelni.